a Keszthelyi Festetics kastély. Keszthely a Balaton partjának második legnagyobb városa. A Balaton nyugati szegletében fekszik, élénk turizmussal, fontos gazdasággal, jelentős történelemmel és kultúrával rendelkezik. A Festetics kastély Magyarország leglátogatottabb kastélya. 200 éven keresztül a Festeticsek tulajdonában állt. A Festetics család Magyarország egyik legjelentősebb nemesi családja volt. A barokk stílusú kastély építését Festetics Kristóf kezdte el 1745-ben. Az egyemeletes kastély a korabeli leltár szerint 34 helyiséggel rendelkezett. Még e század folyamán többször átalakították. 1883-87 között neobarokk toronnyal és újabb épületrészekkel bővítették. Jelenleg a kastély 101 helyiségből áll. Parkja természetvédelmi terület. A kastélypark a közelmúltban befejezett rekonstrukciót követően újra a Henry Ernest Milner angol kerttervező által az 1880-as években tervezett látványt nyújtja, a felújított tóval, az oroszlános kúttal és a szökőkutakkal, valamint a hercegnői kamarakerttel.